Az ötödik emeletről dugtak ki egy kiskutyát Újpesten. Pötyi túlélte a zuhanást, megműtötték, de reggelre elpusztult. Szemtanúk szerint a gazdája részeg volt és üvöltözött, mielőtt kidobta az erkélyről. A rendőrség állatkínzás gyanúja miatt nyomoz. A 8 emeletes panel 5. emeletéről zuhant ki a kutya a légkondicionáló melletti erkélyről. A szombati napos időben a ház előtti játszótér tele volt, tucatnyian látták, mi történt. Egyikük egy fiatal apuka, épp a kislányával játszott, kérte, hogy nem utassuk az arcát. Arra lettünk figyelmesek, hogy az épületből egy artikulálatlan üvöltés, veszekedés hangok jönnek ki, majd rá pár másodpercre az úriember megjelent az erkélyen a kutyával a kezében, és egy célzott dobással lehajította az utcára, majd egy nagy puffanás. A kutya túlélte a zuhanást, néhány métert még arrébb is tudott menni. Egy járókelő azonnal oda sietett, betette a kocsijába, és elvitte az állatorvoshoz. Sokkos állapotban volt az állat. Soron kívül megvizsgálták. Az rögtön kiderült, hogy a mellső végtagjai több helyen eltörtek, de úgy tűnt belső vérzése is van. Rövid időn belül elkezdtük a műtéti ellátását, és hát sajnos, hogy a lépe és a mája sérült meg. Lépe oly mértékben sérült, hogy el kellett távolítani. A kutya gazdája közben lement a ház elé. Mikor az emberek meglátták, lincs hangulat alakult ki az utcán. Leérkezett az úriember az utcára, majd megpróbált eltávozni a tett színhelyéről, és akkor feltartóztattuk egy páran, hogy a rendőri intézkedés megtörténjen. És akkor egy jó páran vallomást tettünk a rendőröknek, és akkor a rendőrök meg elvitték az úriembert. A rendőrök munkáját az Újpesti Állatmentőliga munkatársai segítették. Ha bebizonyosodik, hogy az történt, hogy kidobta, akkor ez állatkínzásnak minősül, ez 2 év, ha különös szenvedést okozta, akkor pedig 3 év a maximális. Kerestük az 5. emeleten élő családot is, kíváncsiak lettünk volna, hogy ők mit mondanak, hogyan történt a baleset, de elzavartak minket. A kizuhant kutya Pötyi névre hallgatott, egy hasonló fox terrier volt, 4-5 éves lehetett. A műtét után még magához tért, de reggelre elpusztult. A rendőrség állatkínzás gyanúja miatt rendelt el nyomozást a 62 éves gazdája ellen.